Az Üllői úti mérkőzés előjátéka, hogy a Bajai Vas és Fémipari Kts. Dolgozói Bóna Györgynek vették meg a kezdőrugás jogát. 13 éves kora óta Ferencváros drukker, most 73 esztendős, nyugdíjba megy, és ez volt kollégáitól az ajándék, mert nagyon szerették és becsülték a munkáját. Pintér. Vasil. Zúrják felé, zúrják fel, és kisvéd. Kelleri a labda. Megpróbál kilépni, nagyon jól Keller gólhelyzetben. Keller, és belelövi a kapusba. Még mindig ott a labda, Fonnyat középre. Fonnyattig megy újból vissza. És most már egyre kíjebb keveredik a kaputól Keller még. Topor. Seibert. Vukovics helyzetben, Vukovics lövi el fölé. Toport nem tudják visszahúzni. Seibertnek teszi tovább. Seibert egyből a lyukra futó Vukovicsot, aki nem sokat vacakolt. Topor. Ez jó labda Vasilnak. Vasil. Zúrják van gólhelyzetben, zúrják, és nem találja el jól. A fölfejelt labdára zúrják megy, ő van csak ott egyedül, és rosszul találja el. Be lehet adni a labdát. Zúrják megy föl, és kis kiejti ugyan. Aztán fölé lövi Fonnyat. Jól jön be a labda középre. Zúrják fejjel, kisről kijön, aztán két ferencvárosi megy oda. Fonnyat szemben a kapuval, és ellövi. Hatodik perc a második félidőben. Vácinak gurítják le a labdát. Óriási helyzet, Járfás, és belövi. Meglepetésre vezet a Tatabánya 1-0 arányban. Egy legurított, lepöccintett szabadrúgás, Váci bődületes erővel találja el, Józsa későn eszmél, és a levágódó labdára nem a ferencvárosi védők rajtolnak, hanem Járfás, aki elegánsan berúgja a jobb alsó sarokba. Bomba meglepetés! 15. perc, Keller teszi a labdát, Lakatos fejeli föl, Topor érkezik, zúrják lesen. Molnár játékvezető egyelőre lefújja a mérkőzést. Több petárda, zöld füstbomba. Mindez a 11-es ponton, a Tatabányai 16-oson belül. Így nem lehet játszani. Magyar Zoltán technikai vezetőnek szól. Nincs rend a pályán. Váci megint a labda mögött. És nagyon kellemetlenül kipattanó labda, Keller emeli ki. Zúrják. Egy életveszélyes hazaadás, Keresztúri helyzetben is ellövi. Karcsin, azt hiszem, hogy annak ellenére, amilyen nehéz helyzetben volt a csapat, ma nagyon nyugodtan és higgadtan játszottatok, legalábbis kintről így látszott. Igen, én úgy érzem, hogy Tatabányának ezen a mérkőzésen vesztenivalója nem volt. Vesztenivalója úgy érzem, Ferencvárosnak volt, és mi megpróbáltuk azt a taktikát játszani, amit otthon eldöntöttünk, és úgy érzem, hogy ez sikeres volt. Mi volt ez a taktika, mert nem mindenki látta, hogy a nézők csak egy összefoglalót kapnak a meccsből.
te egy picit előrébb húzottál, és egy ember volt, aki mindig indult. Hát igen, sajnos a helyzet az, hogy az okokat ismerik, kevés a csatárunk. Az a csatár, aki jelen pillanatban formában van, és edzőnkkel megbeszélve úgy döntöttek, hogy én egy kicsit előbbre fogok játszani a középpályásor előtt, és ezzel megpróbáljuk zavarni az ellenfél védelmét. Miért cseréltek le a második félidőben? Hát úgy érzem, hogy ez a 4 hét kihagyás, ami volt, még nem értem utol magat tulajdonképpen. A gólnál ti ketten voltatok a főszereplők. Pontrugásokkal volt már, hogy volt szerencséd, volt már, hogy nem. Most mindenféleképpen azt hiszem, igen, még akkor is, ha a lövésed végül is kifelé jött. Hát igen, a Józsa Miki meg tudta fogni, de szóval ez egy begyakorolt figura volt, és most hál' Istennek sikerült úgy eltalálnom, ahogy edzésen is már többször bejött. Mennyire érezted azt, hogy kevés lehetőség, és ebből a kevésből ez most egy nagyon fontos? Hát ez már a második félidő közepe felé történt, szóval voltak helyzeteink, voltak támadásaink, de nagyon oda kellett figyelni, mert tudtuk, hogy kell rúgni mindenféleképpen egy gólt, hogy ne törjünk meg. Na most nagyon keveset jöttetek előre, és volt gondolom egy olyan utasítás is, hogy ne is nagyon gyertek már legalábbis a hátsó sorokból, ennek ellenére a gólnál előre jöttél nagyon bátran. Szabadrúgás után történt, ez egy begyakorolt figura, ahogy a Dénes is mondta, nagyon jól eltalálta a labdát, a kapufáról lepattant, a Józsa Mikiről azt hiszem kipattant, és hát azt hiszem már nem volt nehéz dolgom a kipattanó labdát berúgni a kapuba. Mennyire lepődtél meg, hogy jön egy labda, ott áll szembe a kapuval, nem villant át egy pillanatra a fejeden, hogy jesszusom? Egy pillanatra átvillant, igen, de hát olyan közel voltam kapuhoz, hogy azért ezt illik berúgni.